vettük, de most... Egy kalkuttai Teréz anyát ábrázoló, egy csendéletet bemutató, valamint egy őzikét megörökítő olajfestményt, illetve színes mesefigura rajzot adományozott Szalavári Károlyné festőnő a Dombavári Kórháznak január 26-án. Dr. Kerekes László, a kórház főigazgatója, a festmény átadó ünnepségen elhangzott beszédében fejezte ki köszönetét az adományozónak. A festőnő elmondta, mióta alkalmazza az olajfestés technikáját. Én nagyon szerettem a grafikát, azt megmondom őszintén, mert tényleg hamar jöttek az eredmények, meg elég ügyes is témák voltak, de vonzott az olajfestés, és mivel sokáig nem tudtam ezt művelni, de rájöttem az izéret, meg alkott a táborba, és néha el tudok menni, akkor ott is tanul az ember. A művész kalkuttai Teréz anyát ábrázoló alkotását Kürtösi Krisztián döbrököközi plébános áldotta meg, ezt követően a krónikus belgyógyászat 7. emeleti osztályán kapott helyet. A csendéletet a 8. szinten füngesztették ki, a szintén olajjal készült őzikének és a mesefigura rajznak pedig a gyermekgyógyászati osztály örülhet. A kedvenc témáiról is kérdeztük Szalavári Károlynét. Nagyon szeretem, megmondom őszintén, a természetet, mert művelem is a kertemet, és meg emberek vonzanak az érdekes. Nagyapám, nagymamám egy pici, nagyon pici képről megfestettem nagyján, mert vonzó volt, hogy hogyan néz ki. A csendéletektől, a virágtól, a gyümölcscsendéletig, meg a szentképekig is mindegyik. Mikor, hogyan? Elkap a hév. Már korábban is volt rá példa, hogy adományoztam festményeket, köztük a kórház kápolnába is, a Vöröskeresztnek, de azoknak is, akik a szívemhez közel állnak, tette hozzá a festőnő.